Amikor meglátogatjuk szülőfalunkat, elszorul a szívünk, mert egyre kisebb a gyerekzsivaj, és egyre több a magára maradt, egyedül maradt idős emberek csoszogása. Ennek ellenére a falvakban nem olyan magányosak és egyedülállóak az emberek, mert ott jobban odafigyelnek egymásra, mint a nagyvárosokban. Három kedves öreg úr jut eszembe egy kedves kis faluból, egy 83 éves, egy 70 éves és egy 58 éves. No, ez utóbbi még fiatalnak számít, aki a legidősebb ember háza körül elvégzi a teendőket, ingyen és bérmentve. A hosszú téli estéket kártyázással szokták tölteni, és egyik alkalommal, amikor az asztalhoz ültek, a legidősebb embernél kártyáznak, ott a kártyabarlang természetesen, azt mondta a házigazda, hogy neki nincs kedve játszani, mert fáradt is, meg nem is érzi jól magát, hasogott a lába, mondták, jól van, hát akkor most nem kártyázunk, és épp szedelőzködtek, amikor valaki kopogott az ajtón. Az idős házigazda, aki igencsak szép aranykort élt meg, fölpattant, kicsit zavartan, de ragyogó arccal az ajtóhoz rohant, kinyitotta, és ott állt Juliska, a 75 éves barátnő. Amikor a két mosolygó, cinkosan összemosolygó társát kikísért a házigazda, csak ennyit mondott, tudjátok, ismeritek azt a kedves lágert, hogy nem csak a 20 éveseké a világ. És milyen igaza volt? Mert hogyha a testünk öregszik is, a lelkünk, a gondolataink, az érzéseink nem öregszenek. És végül idézném Müller Pétert. A szeretet hiányában a lélek fázni kezd, és ha nem tudja elviselni, elpusztul. Elhagyott házak, sívár utcák, a vajdasági kis települések, tanyák, falvak, majd mindegyike szellemvárosnak tűnik, ami azért is szomorú, mert ezen a területen vannak Európa legjobb termőföldjei, sőt valamikor a kontinens éliskamrájának is nevezték. Most azonban lassan mindenki elhagyja ezt az egykor jólétet biztosító vidéket. Az elmúlt 10 évben a lakosság száma 6%-kal csökkent, évente egy egész falu vészel, hiszen körülbelül 10 000-rel több halnak meg, mint születnek. Az itt élő magyarok száma pedig naponta 11 emberrel lesz kevesebb. Németh István méhészettel foglalkozik Bajsai birtokán, és bár vállalkozása ígéretes, mézfajtáival nemzetközi díjakat nyert, ez mégsem tudta fiát otthon tartani. Először Magyarországon keresett boldogulást, majd egy éve Angliában telepedett le. Megnősült, a hazatérésre nem is gondol. Szüleivel a világhálón tartják a kapcsolatot. Örülök nekik, azért, mert boldogok ott. Nem ebben a nyomorúságban osztozzuk eztet. Ők ott elélnek az ő életüket, mi itt éljük el az életünket. Ők nem minket, mitülünk várják a segítséget, hanem önállóan. Nem látom értelmét. Nem látom értelmét, hogy fejlődjek, fejleszem a méhgazdaságot, a méhészetét fejleszem olyan irányba. Mert utána nem lesz kire hagyni. Mikor úgy kezdenék már egy kicsikét nagyon megkeseredni, akkor azt mondom, hogy hát de üssek kavics, hát én nekem az enyém megvan annyi, amennyi, én nekem éppenséggel amennyire szükségem van. Ők meg ott vannak, és tudom, hogy jó vannak. Jó érzik magukat. A munkájuk megvan fizetve, a szorgalmuké megkapják a fizetést. Nagyon szépen meg tudnak élni. Megbecsülik őket, hát akkor ez, annak örülök, hogy ők ott jó vannak, ez még maradjon így, hogy nekünk itt jó legyen, amennyire tőlünk telik, és akkor, hát így, ez a valamennyi, ami még hátra van, kész akarva nem mondom, hogy még ez a kicsi, vagy ez a sok, vagy mit, ez, ami még hátra van, ezt mi ketten majd valahogy eltengődünk.
25-30 évvel ezelőtt Topolya község virágkorát élte, az emberek jólétben éltek. Az utolsó népszámlálás adatai szerint azonban a lakosság száma 10 év alatt 11%-kal, mintegy 5000 fővel lett kevesebb. A kisebb településeken minden ötödik, sok helyt pedig minden harmadik ház üresen áll. Az önkormányzat polgármester asszonya azt mondja, az Európa kapujának számító magyar határtól alig 40 kilométerre fekvő, 23 településből álló községben a kis helységeket a kihalás veszélye fenyegeti. Nagyrészt ugye a fiatalok mennek el, nagyon sokan, akik tovább folytassák a tanulmányaikat, vannak, akik már középiskolában, legtöbben pedig egyetemen, ott találnak megélhetési lehetőséget, tehát a nagyobb városban jobban vonza őket, párra találnak, lehet, hogy máshová mennek férhez vagy nősülnek. Ez az egyik dolog. A másik, ami viszont most sokkal jobban jellemző, hogy külföldre mennek, és főleg a családosok, tehát a kisgyermekes szülők mennek most el. Azzal, hogy megadtuk a lehetőséget azzal, hogy arra, hogy a kettős állampolgárságot megszerezik, most nagyon sokan elvándorolnak. Szerbiának a fejlesztés politikájában egy Újvidék, Belgrád, Nis tengelyben vannak fejlesztések, az összes többi, különösen a határmenti területek perifériát jelentenek, akkor oda beruházások, különböző állami és más összpontosított tervek nem jutnak el. És még mindig sajnos a magánberuházások ebben az országban gyengék, még mindig attól függ, hogy az állami viszonyulás milyen egy-egy térséghez. Ha ifjúság nélkül van egy település, akkor ott jövőkép nincs. Tehát az előregedett falu, az néhány éven belül, 5-10 éven belül kihal. A község délkeleti sarkában lévő Gunaras melletti obornyacsa, illetve völgypart a hozzátartozó tanyavilággal a kihalás szimbóluma lett. A 600 hektárnyi kitűnő termőfölddel rendelkező település már csak a térképeken látszik. 20 éve nem lakik itt senki. Egy-egy faldarab bizonyítja, hogy a 70-es, 80-as években mintegy 50 ház állt itt. Mezei József a 90-es években költözött Gunarasra. Azt mondja, a szülei fiatal korában még pezsgett az élet a völgyparton. Három kocsmája, két boltja és egy iskolája volt a településnek. A földút, a vízvezeték és az egészségügyi ellátás hiánya azonban arra kényszerítette az embereket, hogy elköltözzenek. Megöregedtek az emberek, a gyerekek nem. Most egy öreg házas már mit csinálja a szálláson, ugye be a faluba, gyerekek ki a városba, erre, arra, és így ment. Vajdaságban mintegy 50 ezer ház áll üresen. A tulajdonosok elköltöztek, meghaltak, örökös pedig nincsen. Most ezeket a házakat szeretné a tartományi kormány újra betelepíteni, és egyben friss élettel megtölteni a településeket. A környék városaiban dolgozó fiatal pároknak adnák ki őket ingyen használatra. A még csak ötletként létező tervhez idén írják ki az első pályázatot. 100 millió dinárt láttunk elő a költségvetésben annak érdekében, hogy a városban dolgozó, de a városhoz közeli falvakban élő, vagy letelepülni szándékozó fiatalok lakhatását megoldjuk. Akik már dolgoznak, vagy a városban, és hajlandóak egy egészségesebb, biztonságosabb környezetbe települni, annak fogunk segíteni. A vajdasági kormány emellett kedvezményes hitelekkel és erőteljes támogatásokkal igyekszik segíteni a mezőgazdaságot, abban reménykedve, hogy ez hozzásegíti az embereket a szülőföldön maradáshoz. Ennél azonban sokkal nagyobb összefogásra lenne szükség köztársasági, tartományi és önkormányzati szinten ahhoz, hogy az elvándorlás csökkenjen és a falvakat ne csak idős emberek lakják, hanem a fiatalok is életterüknek tekintsék őket. Itt hol vagy? Merre vagy? Itt hol vagyok. Szia! Na, jöttél? Mit kell csinálni? Hát fát behozni, meg majd ha lesz időd, akkor meg kéne metszeni a fügefát. Közöttünk is vannak angyalok, bár szárnyuk nincs, és férfi mi voltukkal is ügyesen takarják, azok, akikhez ellátogatnak, érzik és tudják ezt. Ali István kora reggel óta körüljárja a falujában Feketicsen az egyedül élő idős vagy mozgásképtelen embereket. Elvégzi a házuk körül is a kertben azt a munkát, ami általában egy falusi háztartásban a gazda dolga. Megtörültem a lábam. Szükség esetén az orvoshoz is elkíséri ápoltjait, és orvosságaikat is beszerzi. Azt is lehet. Nagyon sokat jelent.
Pista, hogy hát így jön hozzám, mert hát én egyedül nem bírom. Szívbeteg vagyok, azt akkor nem bírom, fulladok, de ez nagyon jó. Tűzre valót hord be, füvet nyír, udvart összeseper, sok mindenbe segít. István a Magyarországon már régóta működő falu gondnoki tisztséget Európai Uniós támogatásból a Vajdaságban is meghonosítani óhajtó kishegyesi civil szervezet pályázatára jelentkezett 3 évvel ezelőtt. Együttérző, segítőkész, derűs természete miatt kedvelik a szülőfalujában. Ez is szempont volt ahhoz, hogy a gondnoki tisztséget megkapja. Nem mondhatom könnyűnek, ha van, hogy fáradtságos fizikailag és pszichikailag is van, hogy úgy faktikusan, hogy kiégünk, ugye? És kell pszichikailag, mert fáradtságos fizikailag, ha fát vágunk, szenet hordunk, hát akkor fárasztó, persze. De pszichikailag is az emberekkel, nem egyformák az emberek, és tudni kell velük, úgyhogy nem könnyű. Meg kell hallgatni nekik a búját, bánatát. És azt a tudni is kell, nem továbbadni. Mint majdnem egy pap, ugye, ahol gyónnak, elmondják a bújukat, bánatukat. Gyakran a szakorvoshoz is elkíséri az idős embereket a szabadkai, újvidéki, kamonci, topolyai vagy verbászi kórházakba, klinikákba. Hoztam az orvosságot. Az jó, tetted, mert már nincs. Na gyerünk akkor be. Na itt van az orvosságot, megvan minden, amit feliratott. Tessék, itt a betegkönyv, itt van, nézze csak meg. Látom. Minden megvan. Cukor. Vérnyomás, idegcsillapító, kész. Sokat jelent ez, most már mindig többet, idősebb korba. Télen nem bírtam én elmenni, csak biciklivel, ha nem csúszott vagy valami. De hát most így jól jártunk a falu gazdával. Igen. Kishegyes községének demográfiai összetétele olyan, mint a Vajdaság többi kisebb településének. Az összesen 15 ezer lelket számláló 3 falu lakosságának 55%-a 65 évnél idősebb, és 85%-uk a létminimummal küzd. A fiatalok, akik tanulmányaikat a városokban vagy akár Magyarországon folytatják, nem térnek vissza, és a települések lassan kihalnak. A községi szociálvédelmi stratégiával összhangban körülbelül 120 otthon élő idős személy szorul gondozásra. Ezt a feladatot minden faluban egy gondnok és egy házi kisegítő ápolónővér végzi. Sajnos nagyon sok olyan idős személyünk van, aki egyedül él. A családja, ha van neki, akkor esetleg külföldön tartózkodik. Vagy olyan eset is sok van sajnos, hogy itt vannak a gyerekei, a családjai, de viszont reggeltől estig dolgoznak. És sajnos az idősek nem kapnak olyan figyelmet, mint amennyit megérdemelnek, vagy amennyit szükséget éreznék. Ez a szolgálat, ez valamilyen szinten segít ezen a probléma. Erre vagyok, Pistám, gyere! Jó napot! Jó napot! Jó néz ki! Bízom benne! Jó néz ki! Igen! Adom is! Bármikor este így is mondta, hogy bármikor Erzsi néni így mondta, kihangsúlyozva, telefonon halljuk egymást. Én üzenetet is tudok írni, inkább ahhoz ragaszkodom, de azért a telefon felveszi abba a pillanatba, bárhol van, bárhol. Zsirai Erzsébet a Nők Kishegyesi Fórumának elnöke szerint szociálvédelmi szempontból a községben az idősekről való gondoskodás a legszükségesebb. Nagyon sokan nem szeretnének az idősek otthonába költözni, hanem inkább saját környezetükben maradnak, és a házi betegápolást veszik igénybe. Amikor néhány éve a kecskeméti falugondnokok Duna-Tisza közé egyesülete bemutatta Feketicsen a falugondnoki szolgálat működését, a női fórum tagjai úgy gondolták, hogy ezt a környezetükben is meg kell valósítani. 4 éve be is vezették a házi betegápolás keretében, először Kishegyesen, majd az egész község területén. Ugyanakkor azon
gondolkodtunk és beszélgettünk, hogy hogyan lehetne ezt a szolgálatot először is Szerbiába, hát vagy szűkebb hazánkba, Vajdaságba többfelé beindítatni. Így jött az ötlet, hogy egy határon átnyúló pályázat keretében népszerűsítsük ezt a szolgálatot, és 2013 májusában indult egy átfogó pályázat, tehát egy projektum, aminek keretében Vajdaság 4 körzetében mutattuk be a falugondnokságot. A civil szervezet tagjai azt remélik, hogy ezt a szolgáltatást az egész Vajdaság területére kiterebélyesítik. És ebben a VMS egy a falu, tanya és perem kerületekre vonatkozó megvalósíthatósági terv elkészülése is biztatja őket, amely az idős emberek gondozásáról szól nem csak a falvakban, hanem a kisebb településeken, tanyákon is. Valójában minden településnek a saját igényei szerint kellene ezt a szolgálatot létrehozni. Tehát el lehet jönni megnézni a mi példánkat, és utána valamilyen formában oda beleépíteni annak a közösségnek az életébe, ahol indítani szeretnék. A szolgálat működését a község pénzeli, a használók minimális részesedésével. A szociális eseteket felmentik a fizetés alól. Azoknak, akik a gondnoki munkakör betöltésére pályáznak, egy bíráló bizottság előtt komoly kritériumoknak kell megfelelniük. A legfontosabb, hogy együtt tudjanak érezni az idősekkel, betegekkel. Bizony, hogy érzések is működnek. Mert sajnos magam láttam azt a férfi korban levő falugondnokot, aki 2 évig járt egy nénihez, és mikor elveszítettük, nagyon megrázta. Lovcsenácon Rajcevics Vladimir az idősek angyala. 3 éve dolgozik falugondnokként, és 32 koros szemét lát el. A 77 éves Slavka Stojanovicsnak minden másnap friss vizet visz a városi kútról. Az idős asszonynak nincs, aki a gondját viselni. Fia Boszniába költözött, a lánya pedig súlyos beteg. Vlado elintézi a beszerzést, a kerti munkát orvoshoz szállítja, meglátogatja, ha egyedül érzi magát, és meghallgatja panaszait. Nekem ez egy teljesen új világ volt. Sok mindennel foglalkoztam, de hasonló munkám még nem volt. Eddig nem nagyon barátkoztam az idősekkel, és nem is vettem annyira komolyan őket, mint most. Minél inkább öregszem, annál inkább látom, hogy mennyire fontos a munkám. Az, hogy valaki a gondjukat viselje. Azt is észrevettem, hogy sokkal nyitottabbak és becsületesebbek, mint némely fiatal. Az évek során Vlado el is nyerte ápoltjai bizalmát. Eleinte, amikor elkezdtem dolgozni, úgy éreztem, hogy mindig egy szempár követi és figyeli, hogy ellopok-e valamit. Ezek az emberek eddig nem találkoztak ilyen munkabeosztással. Most már 3 házra vigyázok, ahol a tulajdonosok elutaztak az unokáikhoz. Kulcsot kaptam, és szabadon járok be. A felhasználókkal kötött szerződés szabja meg, hogy a falugondnok hányszor látogatja meg őket. A szerződés azonban nem szentírás, mondja Vládó, és a szolgáltatás igénylője minden időben felhívhatja, ha egyedül érzi magát, vagy baleset áldozata, és segítségre szorul. Ő akár éjszaka is ápoltja segítségére siet. Tele a szívem, ha sikerül megnevettetnem valamelyikőjüket, hiszen aki nem látja, hogyan élnek, és nem próbálja magát a helyükbe képzelni, nem is tudja megérteni őket. Végül is ővégettünk vagyunk mi itt. Vlado már is siet újabb feladatát elvégezni. Az egyik idős hölgyet a topolyai szemészeti klinikára kíséri. Arra nincs ideje, hogy azon gondolkodjon, mi lenne a 80 éves nénivel, ha ő nem lenne. Neki az a fontos, hogy időben az orvoshoz érjenek, és Ljubka új szemüveket kapjon, ami megkönnyíti az életét. Azok, akik ifjú lendületükben úgy gondolják, hogy az idősek szívében már nem terem meg a szerelem virága, nagyon tévednek. Az időskori szerelem olyan, mint az utoljára beért gyümölcs, aki öregedett gyümölcsfán. Különleges zamatú, talán még édesebb is, mint különben.
Mindenképp más érzékekkel, más értékekkel teljes, mondják a nyugdíjasok az Újvidéki Ekumenikus Emberjogi Szervezet telepi idősek klubjában a nőnapi vára hangolódva. Hogy a hormonok kései inváziójáról van-e szó, vagy a biztonság utáni örök vágyról, lényegtelen. Egy biztos, aki benne van, az éppen úgy el tudja veszíteni a fejét, mint ifjú korában. Én szerintem az időskorral nem hal ki a szerelem, sőse a szimpátia, ha bár én eddig nem voltam férnél, ugye? És ez a mostan nem egész képtelen, hogy van egy barátom, azt lehet mondani jobban élettársam, akivel megismerkedtem, úgyhogy én szerintem nem hal ki. Amíg minden rendben van, meg egyáltalán szoktuk beülni rakodni, új évvárásra, kirándulni, utazásra, ilyen például délutánokra, Petőfibe, vagy valahol még sokat utazunk. Kettesbe szebb az élet, párosan szebb az élet, mint olyan közmondás mondja. Helyes. Csak legyenek szerelmesek továbbra is. Talán, ha én is még egyszer szerelmes leszek, lehet, hogy nem is fogok ellenállni. De azt hiszem, hogy ebből már nem lesz semmi. Nagyon eljárt már az idő. Csak vágyik az ember arra, hogy legyen neki valaki, ne legyen egyedül. De én nem vagyok egyedül. Itt van az unokám, itt megy egyetemre, azt akkor nem vagyok egyedül. Megyek társaságba sokat is, úgyhogy szeretek táncolni, szeretek tanulni, mulatni, úgyhogy eltalálom magamat. Szimpátia van közöttünk, de csak baráti alapon. Közelebbi nem igen. A hölgyek nem igénylik, meg én sem, úgyhogy maradunk a barátságban. Most kellene, hogy férhez menjek, mert látom az unokám, hogy milyen a feleségével, meg a picivel. Hallom a másik fiatalt, a harmadik. Ezek a fiatalok mindent tudnak főzni, mosni, takarítani, mindent, a gyerekkel, mindent. Az enyém nem tudott semmit. Ha mind a kettő megegyezik, akkor az nagyon szép. Az nagyon szép. De 60 évig letörtük ezt is, ami nem volt nagyon szép. Jó, a fiatal korban elég a szimpátia. És akkor mindent megoldunk, akár alszunk a híd alatt, vagy az erdőben, vagy meg mindegy, hogy hová megyünk, hová költözünk, vagy hol kezdünk dolgozni, ettől szabad. Csak egymást nézik, és egymásnak vannak. Viszont idősebb korban már a szimpátia is szükséges, ugyanúgy, mint fiatal korban, de később már van egy csomó más kötöttség, mind a két oldal. Kötöttség a családhoz, kötöttség a lakhelyhez, kötöttség a munkahelyhez, még mint ezek a legfontosabbak, de sok más is. Úgyhogy azért jön össze nehezebben egy tartósabb kapcsolat, de összejöhet. Nem halhat ki a szerelem. Mindenkiben, aki megszületett, kell, hogy legyen szeretet a hozzátartozó iránt, a szülei, gyermekei, barátai iránt. De ami nagyon fontos, az a két ember közötti szeretet, szerelem. Nagyon régen megözvegyültem, és egyszer csak találkoztam vele. És rájöttem, hogy időskorban is lehet szeretni. Úgy gondoltam, hogy nekem már nem kell senki, és mégiscsak szerelmes lettem. Ez úgy történt, hogy amikor megláttam, azonnal éreztem, hogy megtaláltam az életem párját. És megtörtént. Fiatal özvegy asszom maradtam, de hát nem kül senki az életem. Egy volt is elég. Azt sajnároztam, még meghal sajnos 90-ben is. És így. Ő hiányzik? Hát ő már jó férjem volt. És megyek minden héten egyszer a temetőbe, és 24 éve. És így döntöttem az én sorsomat, meg az életemet. Személyesen megtapasztaltam, hiszen szeptemberben lesz 15 éve, hogy van egy barátom. Mit mondjak? Csodálatos minden. Én még csak most lettem szerelmes. Jaj, nagyon szégyellem magam. Megfiatalodtam. 74 éves vagyok, mégis úgy érzem magam, mintha 54. Dehogy is? Mintha 24 lenne. Szuper, minden szuper. Őszintén mondom, én még ilyet nem éltem meg az életemben. Ezt el is mondtam neki a minap telefonon. Azt mondtam, köszönöm szerelmem, hogy mindezt nyújtottad nekem. Mit mondjak még ennél többet? Semmi. Ez az időskori, ez olyan, mint a fiatalkori. Én szerintem, én 27 évig férnél voltam, férjem meghalt, most 14 éve, hogy
meghalt, de most tavaly, július óta, ha van egy barátom, akivel együtt is élünk, de én ezt a társalgást idejövök, még Petőfibe, még van én nekem egy unokatestvérem, a Marika, azzal utazgatok mindenfelé. Ő nem szeret így utazni, meg így menni. Én nekem az nincs, hogy én nem megyek sehova. És akkor ő otthon van, te meg menj, nőjön itt fal közt, nem akarok én hibásni. És akkor én így megyek. Ez az a nagy megértés, mert a szerelemben is többféle megértés van, ugye? Nem a szerelem azt mondja, most én megszeretem. Hát jó, van, az is van. Minden van. De ez a szerelem, ez több ágra is el lehet osztani. Én szerintem most már szerint nem tudok. Mi együtt újéveztünk, úgy ismerkedtünk meg, és akkor ő hívott, hogy menjek el hozzá. Én elmentem, és ott is maradtam. Nem jó egyedül lenni, jó, hogyha van valaki mellette, aki szuszog, és különösen, hogyha ilyen szépen élnek, mint én meg ő, mint két kis galamb. Megszúrja a kezem, az áldott napfénytől is könnyes lesz a szeme. Most már 20 éve, hogy együtt vagyunk, éppen jövő hónapban, és egyetlen egyszer sem nem veszekedtünk semmiért se. Gyönyörűen megértjük egymást, és ha van valami probléma, azt egy-kettő mi elintézzük. Ez a legérettebb és legszebb szerelem. Enélkül nincs élet. Nem a zsivata. Tudom, hogy jöhet egy másik, aki követ, ki szebben mondja neked, hogy csak is téged szeret. Ne adja szóra, mert holnap virradóra, rájössz, hogy elrontottad már az életed. Hát jól vigyázz, hogy ne hibázz,